Sziasztok, Nagy Barbie vagyok, ez pedig a Sci-Fi Barbie YouTube csatorna, és ebben a videóban pedig kijöttem a pozsonyi piknikre, és megmutatom nektek, hogy miket fogok megnézni a következő évadban. Mögöttem látható a Színházak utcája. Tartsatok velem! Pozsonyi piknik szeptember 1-én szombaton volt, és ez volt a 10. pozsonyi piknik, úgyhogy kerekedik születésnapját ünnepelte. Amiért én kimentem a pozsonyi piknikre, az azért volt, mert kint van egy csomó színháznak egy standja is, kedvezményesen lehet jegyeket vásárolni, valamint ismertetik velünk az új évadot is, és mindenre sokkal egyszerűbb jegyet szerezni, mint egyébként a jegypénztáraknál. Megmutatom nektek, hogy milyen előadásokra fogok menni az október folyamán, illetve hogy melyek színházaknak voltam a standjánál, és hogy mik azok a darabok, amik érdekelnek engem. Vágjunk is bele! Voltam a Báb Színháznál, és a Báb Színházról általában az jut az embereknek az eszébe, hogy ó, hát Báb az nagyon gyerekes, és csak gyerekek nézik, de a legtöbb ember most már azt is tudja, hogy a báb az nem korosztályfüggő, ugyanis vannak felnőtt báb előadások is, mégis ezt valamiért nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Én most tavasszal voltam a Báb Színházban a Semmi című előadáson, ami tényleg felnőtteknek szóló báb előadás volt, és nagyon durva volt, úgyhogy kisgyerekkel azt semmiképpen sem ajánlom, hogy megnézzétek, mert utána a gyereknek rémálmai lesznek. Kaptam még egy ilyen 2018-19-es ismertető könyvecskét, amiben benne van az összes darabjuk, amik menni fognak, és fel van sorolva a legelején, hogy 3 év alatti gyerekeknek van, vagy 3 év fölött, 6 éveseknek 14-16 pluszos előadás, és nagyon sok érdekességet elmondanak a bábról a legelején, hogy milyenféle báb előadások vannak, vannak maszkosak, kézre húzhatós bábok, akkor vannak, amiket bottal kell mozgatni, és én ezeket elolvastam, és nagyon sok érdekességet megtudtam belőle, úgyhogy ha a Báb Színháznál jártok, akkor ajánlom, hogy szerezzetek be egy ilyen könyvecskét, mert nagyon sok érdekes információt tartogathat számotokra is. Aztán a következő színház, ahol jártam, az a József Attila Színház volt, és oda még jegyet is vettem. Először is szereztem egy szeptember-októberi havi műsort, és azt csináltam, hogy a pozsonyi piknikre kiértem körülbelül 10:30-kor, amikor még nagyon kevesen voltak kint, és mindegyik színház standjánál elvettem egy-egy szórólapot és egy-egy műsorfüzetet, és kinéztem őszi előadásokat, és miután kiválasztottam, hogy mikre szeretnék elmenni, visszamentem, és mindegyikre vettem jegyet. És a József Attila Színházba kinéztem a Tartüff című előadást, és egyelőre csak annyit tudok az előadásról, ennek nem volt még szórólapja, úgyhogy csak annyit tudok, amit ott elmondtak, és ott azt mondták el, hogy ez egy nagyon modern feldolgozása lesz a Tartüffnek, úgyhogy borzasztóan kíváncsi vagyok rá. És a Tartüff nekem most pont témába vág, mert idén kötelező olvasmány, és most fejeztem be az olvasását a Tartüffnek. Na, következő. Jártam a Vígszínház standjánál is, ahol szintén vettem jegyeket. Ott most 3 bemutató lesz a házi színpadon, a Vándorkutya, amit Pas Andrea fog rendezni, vagyis már rendezi. A Pesti Színházban a Bíbor Sziget, annak szereztem szórólapot is, ez pedig Hegedűs D. Géza fogja rendezni, és Kern András és Orosz Ákos a főszereplő, és a Víg Színház színpadán pedig Eszenyi Enikő rendezi meg Charlie Chaplinnek az egyik filmét, a Diktátort, aminek a főszereplője pedig Ikja Vinyánszky Attila lesz. És a Diktátornak egyébként az a különlegessége, hogy ezt először állítják színpadra Magyarországon, és a Chaplin család először a Víg Színháznak engedélyezte. Úgyhogy 2 darabra is fogok itt menni, megyek megnézni a Bíbor Szigetet, azt majd október 12-én, és október 20-án pedig a Diktátort fogom megnézni, és már nagyon kíváncsi vagyok rájuk, hogy milyen lesz. Next one! Jártam a Rózsavölgyi Szalonnak is a standjánál, és nagyon szeretem a Rózsavölgyi Szalont, ugyanis nagyon különleges, mivel az egész egy kávézó, és az egyik oldalon van egy kis pódium, ahol pedig valamilyen előadás megy. Itt is szereztem egy ilyen kis műsorfüzetet, és itt most fogják bemutatni a Táncórák című előadást Ómann Mónika és Józan László főszereplésével, majd utána lesz a Diplomácia
című előadás, egyébként itt van a hátulján, és én megyek a Táncórák című előadást megnézni majd valamikor október folyamán. Mindjárt megmondom nektek, hogy mikor. Október 22-én megyek megnézni, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Majd jártam a Spirit Színháznak is a standjánál, és ott most fogják bemutatni az egyik új előadást, a Dorian Gray-t, amire én borzasztóan kíváncsi voltam, és sikerült rá jegyet is szereznem október 11-ére. Szóval október folyamán nagyon sokszor fogok színházba menni. És azért örülök nagyon, hogy sikerült erre az előadásra jegyet szerezni, mert utána több ismerősöm is mondta, hogy ó, én a Spirit Színházban meg akartam volna nézni a Dorian Gray, de nem volt rá jegy. És akkor én meg csak mondtam, hogy itt van az én jegyem, és én megyek megnézni. Úgyhogy ennek borzasztóan örülök, szóval biztos, hogy egy jó előadás lesz, de erről sem tudok még túlzottan sok mindent mondani, csak a történetét, ami itt van a hátulján, és igazából egy pasasról szól, aki szeretne egész életében szép maradni, mert ez fontos számára, és akár a lelkét is feláldozná azért, hogy szép legyen. Többet nem tudok róla. Jártam a Radnóti Színháznak a standjánál is, és ott szereztem egy Radnóti 30-as könyvet, ami bemutatja a színház életét 1985-től 2015-ig. Nagyon érdekes, a legtöbb előadás, vagy talán az összes előadás, amit ez alatt a 30 év alatt bemutattak, benne van. Írnak róla egy kicsit, hogy milyen volt az előadás, kik játszottak benne, és mekkora sikere volt. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sok érdekességet tartogat ez a könyv, és nagyon sok kulisszatitkot meg lehet szerintem tudni, de még én sem olvastam ki, mert még csak most volt a pozsonyi piknik, szóval nem tudom pontosan, hogy milyen, ezért nem tudok róla jó véleményt mondani. És a Radnóti Színházban is megyek majd megnézni egy előadást, mégpedig a Művésznő és Rajongói című darabot, amire nagyon kíváncsi vagyok, és erről sem tudok túlzottan sokat, mert még nem mutatták be, és ezt a darabot pedig október 25-én fogom megnézni. Erre már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Régi, nem mai. Kíváncsi vagyok a Radnóti rendezésére, és egyébként szereztem még egy 2017-18-as évadot bemutató magazint. Aztán még megvan a Kultúra 50-nek az idei kiadása, amit nagyon szeretek olvasgatni, hogyha ülök a villamoson, a héven, a vonaton vagy akárhol, akkor nagyon jó. Nagyon sok színésszel van benne interjú, és a színháznak nagyon sok oldalát bemutatja, meg az egész szórakoztatóipart, és nagyon-nagyon megtetszett, és megörültem, mert lehetett kapni a 2017-es kiadást is, úgyhogy most újabban ezt olvasgatom a héven, a villamoson, vagy akárhol ülök. Nagyon jó szabadidőtöltés ilyen magazinokat olvasni, mert nagyon sokat tanulhat belőle az ember, amiket akár az iskolában is tudok hasznosítani. Szeretném egy nagyon fontos kihívásra felhívni a figyelmeteket, ami most kezdődött szeptember 1-én, szóval nem késő még csatlakozni. Igazából az év folyamán bármikor csatlakozhatsz. Ennek a kihívásnak pedig az a neve, hogy a Nagy Dráma Kihívás. Ez az oldal feltölt egy dráma műfajt, és azt egy hónapon belül el kell olvasni, és egy pár mondatos véleményt írni róla. Tulajdonképpen ez az egész a lelkiismereteden múlik, hogy elolvasod-e az adott színművet, vagy nem. És bármikor tudsz hozzá csatlakozni, és mostan pedig az volt a feladat, hogy egy kortárs színművet olvassunk el, úgyhogy ezt a Pap András és Térei János Kazamaták című tragédiát is a Pozsonyi Pikniken vettem meg kedvezményesen, és még nem kezdtem el olvasni, mert most Madách Imre Ember tragédiáját olvasom, és először azt fogom befejezni, de én ezt a kihívást megpróbálom végigcsinálni, úgyhogy ezen a csatornán szerintem olyan videókat is fogsz látni, amikor színművekről fogok nektek beszélni, hogy tetszett egy könyv, amikor elolvastam. Nem feltétlenül kötelező olvasmányokat fogok olvasni, hanem bármit, amit kitesznek. És ezt az oldalt pedig a Nagy Dráma Kihívást tudjátok követni Instagramon és Facebookon is, valamint a moly.hu-nak az oldalán. És ez nem szponzorált tartalom. Ezt csak úgy mondom, hogy szerintem érdemes ehhez csatlakozni, mert egy nagyon jó kihívás.
Én állandóan úgy szoktam gondolkozni színművek esetén, hogy ezt egy színpadra képzelem el, és hogy én hogyan rendezném meg az adott könyvet. Úgyhogy ajánlom nektek, hogy kövessétek ezt a kihívást, mert szerintem fantasztikus és olvasásra buzdít titeket. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hogyha tetszett, nyomj rá egy lájkot, és köszönöm azoknak, akik az előző videóm alá, a Rómeó és Júlia alá kommenteltek, és érdekes kommenteket írtak, amiket én sem tudtam, és én is ezzel többet megtanulhattam a szegedi előadásról. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, és kérlek, hogy írjátok le kommentbe, hogy ti idén ősszel milyen előadásra fogtok menni, és mit fogtok megnézni, valamint, hogy melyik az a darab, ami érdekeltiteket, vagy kíváncsiak lennétek az én véleményemre is. Hamarosan majd újra jövök. Sziasztok!